Berencsi Tíme a karate versenyző junior női katában és küzdelembe lépett tatamira május közepén a Grúziában rendezett Kyokushin Európa bajnokságon, amelyről egy aranyéremmel tért haza, csak úgy, mint az elmúlt években egyébként mindig. A most 18 éves karatés Berencsi Tímea az utóbbi években nem jött haza érem nélkül korosztályos Európa-bajnokságról. Legutóbb például a Grúziában megrendezett Shin Kyokushin EB-n küzdelemben bizonyult a legjobbnak. Szerencsésnek mondhatja magát, mert családjában minden és mindenki a karate körül forog 2008 óta. A testvérem kezdte el a karatét, úgyhogy mivel kicsit túlsúlyos volt, így anya találta neki ezt az elfoglaltságot, és elkezdte vele ezt apa is, majd én pedig rá egy évre kezdtem el ezt a sportot. Az édesapa Berencsi Csaba azért kezdte el felnőtt fejjel gyerekeivel a karatét, hogy megismerje belülről is ezt a világot, hogy tudja, érezze, gyermekei mit élnek át, és hogy minél tudatosabban tudja segíteni őket. Az édesanyja pedig a biztos hátországot nyújtja mindehez. Timinek gyorsan jöttek az eredmények. Először egy hobbiként indult, viszont rá egy évre már elkezdtem versenyezni. Az első versenyemen második helyezést értem el, úgyhogy ennek nagyon örültünk. És még ebben az évben megnyertem az első versenyemet. Itt kezdtük el kicsit komolyabban venni a versenyzést. Timi a formagyakorlat edzésre serdülő korától Hegedűs Líviához jár. Az alapokat a Kisvárdai Egyesületénél kapta meg. Majd 2014-ben edzőt váltott a család, és a 31 év edzősködő Tóth Tiborhoz, annyira kezen működő ezüstcsikó esélyhez kerültek mindannyian, és ez komoly változást hozott. Már a sportívmányokat is bevettük, a edzésemet is, módszertan, képességfejlesztése, koordináció, stb. Tehát azokra is odafigyeltünk, tehát teljesen átszőtte az edzésünket. A sportágra jellemző gyors erőfejlesztésen keresztül, a maximális erőfejlesztésig is, illetve hát a technikai képzés az meg folyamatos. Mind technikailag, mind erőben nagyon sokat fejlődött, tehát annyit kell tudni, hogy én két gyereket hoztam ide, tehát a Timinek az öccse is karatézik, illetve válogatott szinten űzi ezt a sportot, és mind a kettőknél az volt megfigyelhető, amikor egyesületet váltottak, hogy mind ütőerőben, mind technikailag, tehát olyan volt a küzdelmük, amit válogatott edzők is elismerően díjaztak. Timi első Európa-bajnoksága 2013-ban Romániában volt. Válogatott lettem, ez ugye még nagyobb fordulat volt az életemben, és ezek után évről évre sikerült bekerülnöm a válogatottba, és így mindkét versenyszámban tudtam kvalifikálni magamat, küzdelemben és formgyakorlatban is. Romániában, ahol második lettem, Litvániában, ahol egy első és egy második helyet hoztam el, Lengyelországban első, illetve most Grúziában első helyet hoztam el. Illetve még azt is fontosnak tartom, hogy idén elindultam felnőtt magyar bajnokságon, ahol utolsó éves juniorként második helyezést értem el, szóval kvótát szereztem a felnőttbe is, viszont ugye döntenem kellett, hogy még benne indulok. Timi, családja és a mester Tóth Tibor között remek az együttműködés, és ettől a kapcsolattól mindannyian sokat kapnak. Felnéznek az edzőjükre, és amit én, illetve a külső szemlélés lát, hogy bármit mond az edző a hátuk mögött küzdelem közben, azt megcsinálják. Tehát magyarul hisznek abban, amit az edzők által utasít. Hatalmas változás volt, főleg például a versenyekhez való hozzáállás, és hogy az edzőm hogy tud edzőként viselkedni. Például ez legjobban és legelőször ott mutatkozott meg, mikor voltunk a Sisman Openen Cegléden, és engem felraktak két súlycsoporttal fentebb, mert ugye egyedül voltam, és először ugyebár megijedtem, hát persze, hiszen 10 kiló különbség volt a két súlycsoport között, viszont Tóth Tibor olyan energiát tudott adni, meg az, hogy olyan erőt tudott adni, meg biztatott végig, hogy végül sikerült megnyernem, és én ennek nagyon örültem, mert a második helyezett egy román lány volt, aki megnyerte az Európa-bajnokságot még egy évvel ezelőtt. Timi egy rendkívül céltudatos lány, mutatja ezt az is, hogy a formagyakorlatban és a küzdelemben is minden esetben a maximumot akarja nyújtani. Legutóbb a grúziai EB-n a döntőben, a hosszabbításban a lengyel ellenfél egy szabálytalan technikája miatt Timi földre került, orvosi ápolásra szorult, és miután feltették a kérdést, tudja-e folytatni, megrázta magát, és 5-0-ra győzött. Most az EB-n is két olyan mély pontunk volt, hogy engem a hideg rázott, mert a mínuszból állt föl, és nyerte meg a küzdelmet kétszer is, úgyhogy
hogy nagyon jó versenyzői alkat. Timi a legharcosabb női versenyzőnek járó díjat is elhozta a versenyről, ő maga rengeteget dolgozik mindezért. Gimnázium mellett napi két, van, hogy három edzése van hétvégén is. Emellett társastánc órákra is jár, és egyetemre készül, komoly céljai vannak. A következő nagy cél az 22-es Európa-bajnokságra kijutni. Igaz, még utolsó éves junior vagyok, de elindulhatok, mert betöltöttem a 18. életévemet. Ez ősszel lesz Bulgáriában. Aztán ugye ezek után majd a következő évek EB, hogy ezeken is dobogós helyezést tudjak elérni felnőttben, illetve szeretném ezt folytatni majd a későbbi években is, egyetem mellett esetleg, és tehát nem szeretném ezt abba hagyni, hiszen például én sportpszichológus szeretnék lenni, és szeretném beépíteni az életemben a karatét, mondjuk úgy, hogy egy klubot alapítani. Mit is kívánhatnánk Timinek, mint azt, hogy sikerüljön mindez, és hogy az elmúlt évekhez hasonlóan ugyanígy minél több érmet hozzon haza a nemzetközi versenyekről.